Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönöm. Következő kísérletünk ozmózis vizsgálata burgonyagomó segítségével. Tudjuk, hogy az ozmózis egy félig áteresztő hártyán történő tulajdonképpen anyagáramlás, ahol a kisebb részecskék átjuthatnak ezen a félig áteresztő hártyán, a nagyobbak viszont nem. Nézzük akkor a burgonyagumót. A burgonyagumóra vágtam egy lyukat. Ebbe sima konyhasót fogunk tenni. Jól teletöltjük konyhasóval. Aztán nagyjából egy napot kell arra várnunk, hogy én ezt már előzőleg elkészítettem, hogy így nézzen ki ez a burgonya. Tehát ez a burgonya nagyjából egy napig állt ebben a sóban. Hogyha megnézzük, akkor láthatjuk, hogy ez a sós víz tulajdonképpen ki is folyt az oldalán, és hogyha a petricsészét is megmutatom, akkor látható, hogy tehát tulajdonképpen víz folyt ki belőle, sós víz. A jelenség magyarázata az, hogy a burgonya sejtjeinek a sejthártyáján keresztül a víz átdiffundált ebbe a belevágott lyukba, amit megtöltöttünk ugye nátriumkloriddal. Ezáltal a burgonya sejtjei vizet vesztettek. Látható is a burgonya szélén, hogy egy kicsit olyan aszottabbá vált, az nyilvánvalóan látszik, hogy vesztett víztartalmából, tehát látható, hogy a nátriumklorid elvonta a burgonya sejtjeiből a vizet. Készült Szarvasváros önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!